Ritkán hallunk hírt a tiszafüredi Wing Chun Kung Fu csoport működéséről, hiszen ebben a harcművészetben nem rendeznek versenyeket. A most következő riportban Adorjáni Zsolt arról számolt be, hogyan működik a csoport, és milyen eredményeket értek el a közelmúltban. Igen, régen találkoztunk már a Wing Chun csapattal, és nagy örömmel látom, hogy sokan vannak, és a lelkesedés úgy látom, hogy az is változatlan. Ha megengedi, akkor beszéljünk először egy többszörös születésnapról, amely április 12-én volt. Mi volt ez az esemény az önök számára? Az áprilisi esemény az Szifu Mádai Norbertnek volt a 45. születésnapja. Ő 30 éve tanít Magyarországon Wing Chun Kung Fu-t, és 35 éves az EWTO, a Kelet-Európai Wing Chun Egyesület. És ennek a születésnapját ünnepeltük egy háromnapos rendezvénnyel. Pénteken, szombaton szeminárium volt, amit Kínából Szijó Leonting nagymester vezetett, és a harmadik nap pedig egy záró ünnepség, egy gála volt. Egy ünnepi műsor, utána a ünnepi születésnapi állófogadás, és ebben ünnepeltük ezt a hármas születésnapot. A szeminárium szót azt többféle értelemben használjuk és ismerjük. Mit jelent ez önöknél? Milyen fajta munkát? A szemináriumon ott mindig a vezetőmester, most Szijó Leonting, ő tanított nekünk Wing Chun Kung Fu-t. Ez teljesen ugyanolyan gyakorlás, mint máskor, vagy nem ugyanolyan, mert a nagymester tanítja, de nekünk ugyanúgy gyakorlunk és tanulunk. Ott én is mesterfokozattal is, én is ott is gyakorlok a nekem való feladatot mestertársaimmal. Mekkora csoport dolgozik ilyenkor egy? Hát ez egy nagyon nagy szeminárium volt, pontos létszámot nem tudok, de körülbelül olyan 400-500 tanítvány volt. Itt számomra mindig meglepő, hogy kis aranyos gyerekek felnőtt férfiakkal dolgoznak együtt. Egy szemináriumon is így zajlik a munka, hogy életkortól, nemtől függetlenül együtt dolgozik a csapat? Igen, teljesen független a kor. Itt a fokozatban szokott lenni különböző tananyag, és csak az számít, hogy ki hanyadik fokozatú, és mindenki, hát a kicsik általában alacsonyabb fokozaton vannak, ők is együtt, de a felnőtteknél is egy tizedik tanulófokozatú, ritkán edz egy második tanulófokozatúval, főleg, hogyha más feladat, más, amit tudniuk kell, és amiről számot kell adni tudásukról. A magyarországi Wing Chun, ha jól tudom, akkor 30. születésnapját ünnepelte. Zsolti hány éve elkötelezettje ennek a sport? Hát én nagyon rég ismerkedtem meg a Wing Chun Kung Fu-val, 22 éve, de volt közte kihagyás is, és hát itt Tiszafüreden újra 5 éve van Wing Chun Kung Fu, és azóta csináljuk. Hát kérje meg, hogy mutassa be a csoportot, hogyan működik, hányszor találkoznak, mit jelentenek az edzések a jelenlévők számára. Hát Tiszafüreden a csoport teljesen vegyes, vannak gyerekek, felnőttek, hál' Istennek most már vannak lánytanítványaink is, a legkisebb tanítványunk is egy aranyos kislány. Hetente kétszer van edzésünk, kedden és pénteken a városi sportcsarnokba 18 órától, és plusz még járnak ki a tanítványok is szemináriumokra. Ezen a születésnapi szemináriumon is tanítványokkal voltam, és 2 hét múlva pedig Debrecen szemináriumba megyünk a többiekkel. Az edzés az mit jelent az önök sportágában? Mennyi fizikai, mennyi szellemi felkészülést, munkát? Hát az edzések, egy sima edzés általában úgy zajlik, hogy először formagyakorlat, az edzés menete, utána bázisgyakorlat, utána jönnek a páros gyakorlatok. Most, ahogy látszik is, ez egy ügyességfejlesztő gyakorlat, amit most csinálnak a tanítványok. Utána általában harci gyakorlatok szoktak lenni, és a végén egy negyed óra erősítés. Azt is mindenki a saját adottságainak megfelelően hajtja végre. Mi próbálunk mindenkiből a legtöbbet kihozni, de azért mindenkinek vannak korlátai. Ön, mint mester, hogyan értékelni a csoportnak a teljesítményét? Egyrészt, hogy az évek alatt hova tudtak fejlődni, milyen eredményeket értek el, mennyire lelkesek ebben a tevékenységben? Hát én nagyon meg vagyok elégedve a csoporttal, van itt köztünk olyan kisgyerek, aki óvodásként iratkozott be, és most már 5. osztályos. Hát az eredmények, mindenki szépen fejlődik, vizsgáznak. Hát amire én nagyon büszke vagyok, az a 2 mester tanítványom, mert ez ritka, hogy egy iskolába ilyen rövid idő alatt 2 mester is kinevelődik.
Ez a két tanítvány hány éve dolgozik önnel? Ez a két tanítvány, velük szerveztem együtt a Tiszafüredi iskolát, hogy itt legyen Wing Chun Kung Fu, mi hárman szerveztük ezt, ők amióta van 5 éve. És ennyi idő kellett akkor a mesterfokozat elérés? Igen, ez ennyi idő kell a mesterfokozat eléréséhez. Ők az itteni edzéseken kívül is nagyon-nagyon sokat edzenek, ők itt bent, itt keveset edzenek, mert mint látható is, ők is ugyanúgy tanítják a többieket, mint én. Ők velem edzenek külön, és Zoli Singh, ő Kecskemétre jár mesteredzésre, ő is már. Aki magasabb fokozatú, az tulajdonképpen följogosított arra, hogy egy nála alacsonyabb szinten lévőt tanítson, oktas? Igen, mindenféleképpen, mert nem csak a mesterek és a fekete ruhások, az oktatók oktatnak, hanem vannak itt a fokozat, az úgy van a tanítványoknál, hogy amikor az 0. fokozattól fehér pólós. Utána 5. fokozattól van a szegélyes póló, látni, hogy jó néhány tanítványon már az van, és ők ugyanúgy segítenek nekünk tanítani a többieket, akár úgy, hogy kijavítják a hibájukat, akár úgy, hogy párba állnak kisebb tudásúval, mert ez a legjobban kézről kézre tanulható meg. Itt Tiszafüreden többféle olyan csoport van, akik a harcművészet valamelyik ágát űzik, és abban próbálnak eredményeket elérni, de a többi csoportnál rendszeresen vannak a versenyek, amikről például a televízió is tud hírt adni. Önöknél viszont nincsenek versenyek. Akkor a motivációt, a verseny helyett mi az, ami fölváltja? Mi az, ami tudja motiválni kisebbeket, nagyobbakat, hogy még ügyesebb legyek, még jobban előre tudja? Hát ez egy elég összetett hosszú kérdés volt most, amit feltett nekem. Először is én kijavítanám a mondata elejét. Harcművészetekben általában nincsen verseny. Küzdősportokban van. A többiek általában küzdősportot csinálnak, mi harcművészek vagyunk. És szóval tegyek különbséget a küzdősport és a harcművészet között. Igen, nagyon sok a kettő között a különbség, a küzdősportok és a harcművészetek között rengeteg. Erről több órát lehetne beszélni, ebbe bele se akarok most így annyira folyni. De nálunk azért nincsenek versenyek, mert ez önvédelem. Ez Kínában egy nő fejlesztette ki, és ezért van az, hogy a gyenge pontokat támadjuk. Szemből nézve a szem, orok, torok, szegcsont és here. És hát ezek a felületek minden versenyről ki vannak tiltva, mi rúgni általában ízületre rúgunk, mi nem rúgunk magasra, csípő magasságig. Viccesen azt szoktam mondani, én akkor rúgom fejbe a támadót, amikor már a földön van, vagy lemegy olyan alacsonyra a feje. A motivációra még nem válaszolt nekem. Van itt idősebb, felnőtt ember. Őt mi motiválja, ha egyáltalán Zsolti ezt tudhatja, hogy belülről mi készteti arra, hogy eljöjjek az edzésekre, hogy jobb legyek, hogy ügyesebb legyek, mint tegnap volt? Hát általában a legtöbb ember, amikor bejön egy ilyen helyre, mozogni akar, vagy lehet, hogy meg akarja védeni magát. Utána meg jó esetben beleszeret. És ez a szerelem, ez nagyon sokáig eltart, és egyre nagyobb tudást szeretne magáévá tenni. Mert amikor bejön egy átlag ember, nem is tudja felfogni, hogy milyen mozgásrepertoár, milyen technikák vannak. Az elején nem is lehet tanítani, mert ugyanolyan, mint a házépítés. Alaptól kell kezdeni. Amíg nincs meg bizonyos tudás, addig a magas szintű technikákat senki nem tudja megtanulni, nem vagyunk rá képesek, mert ahhoz az alapokat tudni kell, és az motiválja őket, hogy egyre magasabbra, mert érdeklik őket az, ami, ahogy látni, teljesen mindenfajta tanítványunk van. Nekem van tanítványom itt most bent, 0. tanuló fokozattól 1-es mesterfokozatig. És motiválja őket az, hogy szeretnének olyanok lenni, mint a Zoli Singh, vagy mint a Misi Singh, és szeretnék azt elérni, hogy ők azt meg tudják csinálni, azt végre tudják hajtani. Esetleg, amikor technikát mutatok be, és mondom a másik két Singhnek, jó, ezt most akkor véd ki, hogy ők azokat az ütéseket ki tudják védeni. Minden mester példakép is egyúttal többféle értelemben? Hát remélhetőleg igen. Én biztos vagyok benne, hogy van itt több ember, akinek én példaképe vagyok, és ez nem csak gyerek, de felnőtt is. Befejezésről beszélünk még arról az eredményről, amit Zsolt elért. Érdekes körülmények között hogyan vizsgáz? Hát én ezen a nagy szemináriumon a második nap, amikor gyakoroltunk, edzettünk délelőtt 2,5 órát, délután 2,5 órát, és utána összehívtak minket egy csoportképre.
Hát a csoportkép végén az volt, hogy néhány mestert kijelöltek, hogy következő mesterfokozatra vizsgázni kell, és én is köztük voltam, és az 5 óra edzés után még 2 óra vizsgával megszereztem a 3. mesterfokozatomat. Vizsgázni kell, tehát utasítást kapott rá? Igen, hát a mesterfokozatoknál mi már nem jelentkezünk vizsgára. Mi csináljuk, tesszük a dolgunkat, fejlődünk, mert amióta én 2. mester vagyok, én azóta a 3. mesterfokozatomra készülök, mi megvárjuk, amíg a mestereink minket kijelölnek. És amikor azt mondják, hogy vizsga, akkor mi meghajlunk, felveszük a mellvédőt, a kesztyűt, hogyha azt mondják, hogy az is kell, és kezdjük a vizsgát. Hogyan értékelték az ön teljesítményét? Tehát szóban nem tudom, hogy elhangzott-e az értékelés. Mit mondtak, vagy Zsolt hogy érezte, hogy a 100%-hoz képest mennyit tudott teljesíteni? Hát a 100% az nem tudom, hogy mennyi. Én azt tudom, hogy utána Szifu Mádai Norbert nagymester másnap is odajött, és megölelt és gratulált a vizsgámhoz. Én ezt tudom, ez nagyon nagy elismerés. Aki ismeri a Szifut, az tudja, hogy ez mit jelent. Ez a vizsgázás azt jelenti, hogy ön akkor készül a 4. fokozatra a mai naptól, vagy holnap? Igen, én így a 4. fokozatra készülök, hát sok évet fogok rá készülni. Év elsősorban, vagy munka? Tehát időnek is el kell tennie a 2 fokozat között, vagy csak el kell végezni egy bizonyos mennyiségű munkát? Hát időnek is el kell, mert mesterfokozatok között minimum egy év kivárás van, de itt már óriásiak a különbségek. Itt már 1-es mesterről 2-esre lépni, itt már annyi a tananyag, nyugodtan szerintem mondhatom így, mint mondjuk 0-ról eljutni legalább 1-es mesterfokozatra. 2-3-asra, mint 0-ról eljutni 2-es mesterfokozatra. És ez nagyon sok technikai tudás, precizitás, és sok-sok év, amíg ezt teljesen úgy tudjuk, hogy nem úgy kell itt tudni a technikát, hogy tudni kell és meg kell csinálni. Az itt nagyon-nagyon kevés. Ezt teljesen, ezeket a dolgokat reflexzerűen kell megcsinálni, mert vannak itt közös páros küzdelmek, és ott a páros küzdelmekben ott másodpercenként több ütés megy. És ott nem lehet azon gondolkozni, hogy most az hogy kellene kivédeni, hanem amikor az ellenfél, amikor teljesen közel vagyunk, és 40 centi távolságból indít egy könyökütést, ott, aki gondolkozik, az nem védi ki. Ott vagy tudjuk, vagy nem. Az előbb beszéltünk arról, hogy mi a különbség a küzdősport és a harcművészet között. Az önök sportága az mennyiben művészet, ha már harcművészetnek nevez? Hát ez szerintem elég nagyon művészet. Mozgásművészet? Igen, mozgás. Nagyon nagy mozgáskultúra és nagyon nagy szellemi kultúra is van e mögött. Mi nem csak mozgást tanítunk a tanítványoknak, hanem a kungfu szellemiségét is. A tanítványoknak, mindenkinek, nekem is ugyanúgy elméletből is vizsgáznom kell, mint gyakorlatból. Szóval itt nálunk kevés az, hogy valaki egy bizonyos mozgásfajtát megcsinál, meg tudja csinálni, végre tudja. A hozzátartozó elméletet is ugyanúgy kell tudni, és az elveket is, hogy mit, miért csinálunk, miért úgy csináljuk. És magasabb szinten, mester szinten meg már az oktatást is nézik. A csoport az milyen rendszerességgel dolgozik? Tehát van-e önöknél olyan kiemelt, vagy van-e esetleg nyári szünet, amikor nem találkozik? Na hát nálunk abszolút nincsen nyári szünet, nagyon lelkesek a tanítványok, hál' Istennek. Soha nem tartunk szünetet, és hát igény van rá, meg kérik is a diákok, pont most kérdezték az öltözőből, hogy jövő hét péntek, május 1-e. Olyankor zárva van a sportcsarnok is, és kérdezték, hogy jövő hét péntek, május 1-e mi lesz, és annyit mondtam, hogy csütörtök. Erről mindenki tudta, hogy csütörtökön fogunk jönni péntek helyett edzeni. Örülök neki, hogy ilyen érdekességekről is tudtunk beszélni. Gratulálok az ön által elért eredményhez, és ahhoz is, ahogyan a csoport működik, és találkozunk azért gyakrabban. Jó, nagyon szépen köszönöm, és azt is köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.